A Hangraforgó együttes közreműködött kedden a Dr. Kovács Pál megyei könyvtár és közösségi tér galériájában tartott kiállítás megnyitón. A Ferenczy Tamás alkotásaiból rendezett tárlat már az első napon óriási népszerűségnek örvendett. Nagyon örülök annak, hogy Győrrel kapcsolatban vannak képei, tehát győri témák is láthatók. A másik pedig az ő egyik hobbija a vitorlázás és különböző mediterrán országok, Olaszországnak például, vagy Horvátországnak a látogatása, és az utazásaink készített képek láthatók itt. Én azt gondolom, hogy nem csak a legnevesebb magyarországi vagy nemzetközi viszonylatban ismert festők az érdekesek, a Győr kulturális élete sokszínű, és ebben beletartoznak a helyi legfontos személyek, és én ezek közé sorolom Tamást is. A művész olyan családban született, ahol hagyománya volt a képzőművészetnek. Talán ebből az indítatásból ragadott először ecsetet, és persze azért is, mert Francsics József festőművész és fia József iparművész is segítette alkotói karrierjét. Örömmel festek. Tehát nem akarok különösebben művészkedni a szó rossz értelmében, hanem visszaadni a festészet színeivel azokat a tájakat, azokat a hangulatokat, azokat az embereket, amelyek talán értéket is képviselnek, és ebbe a kicsit értéktelen világunkba talán be tudom hozni az embereket egy kicsit a kiállításra, és akkor ilyenkor mindenki megnyugszik, és azt hiszem ez az igazi. Az eredetileg filmgyártó és forgalmazó alkotó munkáit örömmel fogadta a galéria. Ferenczy Tamás festőművész egy igazán kiváló ember, a képeiből életigenlés és egyfajta fényárad, egyfajta szeretet. Úgy gondolom, hogy ő mint egy városunkban egy közszeretetnek és közismertségnek örvendő személy. Mindenképpen izgalmas, hogy megmutatta az újabb alkotásait. Ferenczy Tamás érzéseit elsődlegesen színekkel fejezi ki, alkotásain az impresszionizmus hatása érződik. Aki nem hiszi, látogasson el a kiállító térbe, és hagyja, hogy a képek festői tájakra repítsék képzeletét.